Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Akár halálos is lehet, percek alatt végezhet az emberrel a mustgáz. Egyre alacsonyabb piaci árak, a vásárlók elmondása szerint már jóval olcsóbban jutnak hozzá a termékekhez. Közel 30 embert vert át a csaló, eladta a termékeket, azok azonban soha nem érkeztek meg a vevőkhöz. Útra kelnek a vándor madarak, sokuknak hazánk is csak átmeneti otthona. Akár percek alatt képes végezni az emberrel a mustgáz, a pincékben a szüret idején megszaporodó anyag önmagában nem mérgező, ám ott, ahol megjelenik, könnyen kiszorítja az oxigént. A szakértők szerint, ha a mérgezésre utaló jeleket tapasztalunk, azonnal hívjuk a 112-es számot. Nyugtáztam, a három fő légzősérám mellett beadtam a pincébe vételt. Két éve készültek ezek a felvételek. Akkor a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és borászok közösen tartottak sajtótájékoztatót a mustgáz veszélyeiről. Balázs Gábor, a programot életre hívó szervezet vezetője azt mondta, leginkább a kistermelőket veszélyezteti ez az anyag. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. Ez pedig másodpercek alatt ájuláshoz, majd percek múlva fulladásos halálhoz vezet a legtöbb esetben. Idehaza országosan 40-50 mustgázmérgezés történik évente, ezeknek a fele pedig tragédiával zárul. Ezt már a témát jól ismerő orvos szakember mondja. Ami a fontos, hogyha észlelünk rosszul létet, észlelünk eszméletlen embert a pincébe, semmiképpen ne akarjunk önmagába segíteni. A segítség az, hogy hívjuk a 112-t, a katasztrófavédelmet, ugyanis az, hogy veszünk egy nagy levegőt és lerohanunk, segíteni sokszor kevés, azon kívül semmiféle gázárarc vagy maszk hatástalan, hiszen ezek a gázárarcok, gázmaszkok arra hivatottak, hogy a környezetben lévő veszélyes anyagokat megszűrjék, de az oxigén hiányt ezt nem tudja kivédeni, mert mindenképpen ilyen sűrített levegős légzőkészülékkel tudunk csak elmenni, tehát semmiképpen ne akarjunk saját akcióban életet menteni. Az orvos azt mondja, nem biztos, hogy a hagyományos gyertyagyújtós módszer a legjobb a mustgáz felismerésére. 8-10%-os koncentrációban már eszméletvesztést tud okozni a széndioxid, viszont a gyertyalángja csak olyan 14-15%-os koncentrációban alszik el. Tehát ezzel én nem próbálkoznék, hogyha igen, akkor semmiképpen sem mell vagy fejmagasságban magam előtt tartva a gyertyát, hanem akkor akár egy valami tartóm vagy lapát nyérem. A szakértők szerint tehát, ha valaki hirtelen összeesik egy pincében, semmiképpen se próbáljuk magunk kimenteni. Minden esetben hívjuk a 112-t. Folytatódott augusztusban az élelmiszerek árainak csökkenése, stábunk a szekszárdi piacon járt, ahol a vásárlók elmondása szerint már jóval olcsóbban jutottak hozzá az egyes termékekhez, mint néhány hónappal ezelőtt. Az elmúlt két hétben csökkentek a szezonális zöldségek árai a szekszárdi piacon, így a fogyasztók is olcsóbban juthatnak hozzá az egészséges élelmiszerekhez. Sok termék esetén azért esett, mert jelenleg is terem a jó minőségű hazai. Végül is most elfogadható az árak, van, ami drágább, van, ami olcsóbb, úgyhogy eltevéshez például a paprika, lecsó, akkor savanyúsághoz aránylag elfogadható árak vannak. A gyümölcs az, ami drága, sajnos. Az nem a mi pénztárcánknak való, de azért megvesszük. Mely gyümölcsök drágultak? A baraszk, az nagyon drága. Szőlő is, hát jó, az még, ugye még annak nincsenek itt az ideje, de különben elfogadhatóak. A szezonális élelmiszerek árai ugyanakkor az általános árcsökkenés miatt is kedvezőbbek. Ezzel szemben a külföldről érkező zöldség és gyümölcsfélék, a fagyasztott termékek és a befőttek jócskán megdrágultak. A díjakba beépültek a jóval magasabb szállítási költségek és a szélsőséges energiaárak is.
Például az őszi barack, akkor a szőlőből is most van magyar is, de külföldi is van. Zöldségekből én nálam csak paradicsom van, meg az a pár zöld hagyma, paprika. A legnépszerűbb hazai zöldségfélék, vagyis a paprika, a paradicsom és az uborka egyre alacsonyabb ára elsősorban annak köszönhető, hogy nagy mennyiségben teremnek idehaza, és szezonjuk van. De kihat a fogyasztói árak általános csökkenése is. Attól függően, hogy ősz van, ugye a paprika már olcsóbb, de például a zöld van még most is 1200 forint, úgyhogy meg lehet venni, hogyha van pénzed. A szőlő és a barack még mindig a legnépszerűbbek és a legkelendőbbek a piacon. Ugyan sok az olyan gyümölcsfajta, aminek nem tett jót az időjárás, mégis szinte minden megtalálható a termelőknél, árusoknál. Azonban ezek árai már nagyobbak. A barackárak azok stagnálnak, tehát a kezdetek kezdete óta, sőt, megy felfele. A szilva ára az most beállt talán, úgy gondolom. Hát paprikáké azok maradnak egyelőre, de hát aztán majd az időjárástól függ igazából. Megállapítható, hogy az árak nem sokban változtak az előző évhez viszonyítva. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közös prognózisa szerint idén is jó termésre számítanak az ipari paradicsom termesztéssel foglalkozó gazdálkodók, mintegy 100 ezer tonnányi paradicsomot takaríthatnak be a termelők. Szerdai közleményükben hozzátették, a Magyarországon megtermelt és feldolgozott termékek Európa számos országában megtalálhatók. Ismertették, a terület alapú támogatások szerint a múlt évben 1417 hektáron, az idén pedig 1465 hektáron folyik termesztés az országban. A betakarítás ebben az évben a tervezetnél később, augusztus második felében indult, és várhatóan október elejéig el is tarthat. Közel 30 embert vert át egy nő. Az internetes csaló különböző álprofilokról adta el a termékeket, amelyek azonban soha nem érkeztek meg a vevőkhöz. Ezzel mintegy 300 ezer forintot csalt ki a mit sem sejtő vásárlóktól. A napokban a szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy Csongrád Csanád vármegyei nőt gyanúsítottak meg egy csalás sorozattal. Ez év januárjában tett feljelentést egy tolnai nő, miszerint egy online piac téren különböző illetszereket rendelt meg, amiért 65 ezer forintot előleget el is utalt a megadott számlára, de termékeket azóta sem kapta meg, a pénzét nem utalták vissza, és a hirdető is elérhetetlenné vált. Az egyenruhások nyomozásba kezdtek, melynek során egy Szeged környéki nőhöz jutottak el, aki a kihallgatása során beismerte, hogy álprofilokról mindig más néven hirdetett meg olyan termékeket, amikkel egyébként nem rendelkezett. A nyomozás adataiból kiderül, hogy ez év januárjában 26 vásárlót ejtett tévedésbe, olyan tárgyakat, játékkonzolokat, babaholmikat árult, amelyek soha nem voltak a birtokában. Az évelei csalásokkal összesen 280 ezer forint kárt okozott. Korábban is voltak már hasonló ügyei, abból kifolyólag jelenleg letartóztatásban van. A nyomozók az eljárást befejezték, és az iratokat a napokban az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal küldték meg. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán történt baleset a napokban, egy kis teherautó vezetője elaludt haladás közben. Először neki ütközött a középső szalagkorlátnak, ami miatt a jármű bal első kereke kiszakadt, majd az autó irányíthatatlanná vált, és tovább sodródott, aztán ismét szalagkorlátnak csapódott. A balesetben senki nem sérült meg. Ismeretlen járművel közlekedett ismeretlen sofőr az M9-es autóút melletti Murvás úton. A sofőr feltehetően túl gyorsan haladt és nekiment az út melletti vadkerítésnek. Az autós adatai hátrahagyása nélkül elhajtott. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 4-e és 10-e között a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrökre többek között Gyönkön, Tamásiban, Nagydorogon és Bonyhádon kell számítani. A nyár végével egyre több vándormadár kell útra a melegebb területek felé, sokan közülük Afrikába tartanak, de vannak egyedek, fajok, amelyek akár 13 000 kilométeres távot is megtesznek.
A szakértők azt mondják, nekünk embereknek nem szükséges ilyenkor külön etetni a szárnyasokat. Március óta a ponty szilákja minden esetben Gerzsoné, a gólyáé volt Szekszárdon ebben a halboltban. Gerzson! Gyere! A nagytestű szárnyas évek óta jár vissza a Tolnai vármegye székhelyre. Sokan ismerik, a teleket mégsem a városban tölti, ugyanúgy, mint több ezer más társa sem. A nyár végeztével megindul a madarak leglátványosabb vándorlása. A folyamat már március táján elkezdődik. Akkor az északi, hidegebb régiókból például hozzánk költöznek egy rövid időre. A forróság elmúltával pedig a legtöbben Afrika felé veszik az irányt. Van egy sorrend, hogy kik azok, akik korábban elindulnak. Vannak ezek a tipikus afrikai, számunkra nagyon színesnek tűnő fajok, mint a gyurgyalak például, illetve a fülemüle. Ők töltik nálunk a legrövidebb időt, ilyen május közepe környékén érkeznek, és már augusztusban elkezdenek szedelőzködni. Őket ugyan még lehet látni, illetve más egyéb költöző madarakat is, de mindegyiknél jó esély van arra, hogy már nem azokat a példányokat látjuk, amik nálunk költöttek, hanem egy északi csapat terelődik át ide, ők pedig már elmentek egyel délebre. A költöző madarak egészen elképesztő távokat tesznek meg, ehhez már hetekkel korábban elkezdenek egy úgynevezett szuperevési folyamatot, hogy az útra üzemanyagként használható zsírt halmozzanak fel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt mondja, van olyan egyed, amely néhány nap alatt 13 ezernél is több kilométert repült. Most ami igazándiból megdöbbentő, hogy Magyarország egy ilyen egészen elképesztő multi-interkontinentális átmozgó hely. Tehát Magyarországon átvonulnak elsősorban európai fajok, ázsiai fajok, tehát itt a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, de akár Kelet-Ázsia is szóba kerülhet, és még amerikai, tehát észak-amerikai fajok is megjelennek Magyarországon, és akkor az afrikai összeköttetés miatt gyakorlatilag négy kontinens jön szóba. Vagyis a nálunk is közkedvelt költöző madarak életük nagy részét nem is itt, hanem például Afrikában töltik. Így van ez az évszázadok óta tisztelt gólyák esetében is. A szakértők szerint egyébként ilyenkor nem igénylik az ember segítségét a szárnyasok, vagyis nem szükséges őket etetni. A legtöbbet talán azzal tehetünk, ha a tükröződő ablakfelületeket redőnnyel, szúnyoghálóval vagy fóliával takarjuk le, így megelőzhető, hogy egy óvatlan madár ne kirepüljön. Regionális híreink következnek. Túlárazott pécsi zebrák, közel 30 milliós gyalogátkelők lesznek Pécsen. Kulináris élvezetek Somogyban, főzőverseny, gyermekjátékok és koncertek is szórakoztatták a kaposfürediéket. A méhek titokzatos világa és a méztermelés, a gondokról is szóltak a pécsi kiállításon. Új gyalogátkelőhelyek kerülnek kialakításra Pécsen, erről döntött az augusztus végi rendkívüli közgyűlés. A képviselők előtt az szerepelt, hogy forrást kell biztosítani a munkálatokra. Azonban a fejlesztésre meghatározott összeg alapján közel 30 millióba kerül egy zebra. Gyalogátkelőhely vagy hétköznapi nevén zebra, ezekből épülhet több Pécsen, plusz még gyalogos átvezetők. Ezek finanszírozásáról döntött az augusztus végi rendkívüli közgyűlés a városban. Három éve áll a projekt, az alpolgármester szerint a különböző engedélyezési, tervezési folyamatok húzódtak el. 28 helyen úgynevezett gyalogátkelőhely lesz, három helyen gyalogos átkísérő. Ugye sokkal több időt vett igénybe a hatósági engedélyezési folyamat. Ennek a végén vagyunk, most arról döntött a közgyűlés, hogy fedezet biztosít 675 millió forint értékben ezek kivitelezésére, elindul a kivitelezési közbeszerzés, és a kivitelezési közbeszerzés végén végre megvalósul ez a több mint 30 gyalogos átkelőhely. Ugye azt tudni kell, hogy nem maga alapvetően a gyalog zebra megvalósítása a nehézebben, hanem nagyon sok esetben közvilágítási tervezés kell, és a közvilágítási hálózat bővítése ebből egy óriási tételt tesz ki, és maga a közvilágítás tervezés építése egy külön speciális energiahatósági engedéllyel együtt futó folyamat, ez általában plusz bonyolítja. Azonban ez sem indokolja, hogy 28 millió forintba kerüljön egy zebra kialakítása, vélik a jobboldalon. Én őszintén remélem, hogy ez az irgalmatlanul sok összeg, amit most a városvezetés megnevezett,
tehát ez a zebránkénti közel 30 millió forintos bekerülési költség, ez a tényleges ajánlatok beérkezésekor, ez azért jóval alacsonyabb lesz. Joggal teszik fel a Pécsék a kérdés, hogy ugyan mi kerülhet 30 millió forintba egy gyalogátkelő helyen. Én is azon a véleményen vagyok, hogy mindennek megvan a reális ára, és én nagyon remélem, hogy a reális ár, a tényleges ajánlat az majd ennél jóval alacsonyabb lesz. A frakcióvezető azt mondja, a zebrák kialakítását is hitelből fedezi a baloldali városvezetés. Ezt pedig a pécsiek fizetik majd vissza, ezért nem szabad engedni, hogy túlárazott beruházások valósuljanak meg. Ez annak a 16 milliárdos adósságnak egy szelete, amit a jelenlegi városvezetés Péter Fiatila polgármester akasztott a pécsiek nyakába, ezzel 2048-ig 25 évre eladósítva a várost, annak minden egyes polgárát. Ez egy nagyon-nagyon súlyos tétel, ezért is kiemelten fontosnak tartom, hogy ebből a hitelből a leghatékonyabban a pécsieket leginkább szolgáló beruházások valósulhassanak meg. Így ennél az esetnél is nagyon-nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy ténylegesen milyen áron épülnek meg ezek a gyalogátkelőhelyek. Nem azzal van baj, hogy zebrákat akarnak létesíteni, hogy biztonságosabb legyen a gyalogos közlekedés Pécsen, mondja Csizmadia Péter, hanem azzal, hogy tovább növelik a város adósságát indokolatlanul. Babos káposzta, hagyományos és halgombócos székelykáposzta is készült Kaposfüreden a hétvégén. A település részen idén 12 csapat nevezett a főzőversenyre, de a kulináris élvezet mellett koncertek és gyermekjátékok is várták a kilátogatókat, a művelődési házban pedig kézműves kiállítás nyílt. A füredi nagyik... Több száz adag étel készült a katonák gulyás ágyújában szombaton Kaposfüreden. A versenyző csapatok ennél kisebb kondérokban főzték a káposztás finomságokat. A noszlopi csipet csapat először nevezett a gasztroprogramra. Mint mesélték, biztosra mentek, így hagyományos székelykáposztát főztek. Mi régóta szerettünk volna jönni, és most az idén időben megkaptuk a kis plakátot, hogy mikor lehet jönni, és hogy meddig lehet jelentkezni, és eljöttünk. És a székelykáposztát azért főzzük, mert olyan nagyon nem tudtunk fölkészülni mással. 5 kiló amur, 1 kiló rizs, meg hát a fűszerek. És mennyi káposzta? 5 kiló káposzta, savanyú káposzta. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület idén is halas káposztás étellel készült. A legelső alkalommal én tudom, nagyon sokan csodálkoztak rajta, de most már keresik is. Tudják, hogy nagyon jó minőségű halból, nagyon finomat lehet főzni. Ez most csak gombócos káposzta, de régebben szokták a pontyot, a káposztás pontyot csinálni. A kaposfüredi káposztás ételek főzőversenyére 12 csapat nevezett. Volt, ahol gőzgombócos káposzta főtt a kondérban, máshol babbal készítették az ételt. A legtöbben a székely káposzta mellett tették le voksukat. Ugye a honvédség, akik most már évek óta segítenek nekünk ebbe, ők is az egyik kétfajta káposztát készítenek, ők is az egyik székely káposzta lesz, a másik meg ilyen babos káposzta. Benépesült szombaton a Kaposfüredi általános iskola udvara, amelyet nem csak a főzőcsapatok vettek birtokba, hiszen a legkisebbeket itt játékokkal is várták. Az ügyeskezű kaposfürediek pedig a művelődési házban mutatták be alkotásaikat. Egész szeptemberben felfedezhetjük a méhek titokzatos világát a pécsi vásárcsarnokban. A természettár Édes Élet, a méhek titokzatos világa elnevezésű kiállítása a debreceni bemutató után először Pécsen lesz elérhető. A bemutatón beléphetünk a méhek szorgos világába, amit nem csak kívülről csodálhatunk meg, hanem lehetőségünk van belülről is felfedezni a kaptárakat. A megnyitón kiderült, a hamis mézek veszélyeztetik a magyar méhészeket is. Zümi a méhecske, körülötte a baranyai mézlovagok, így fényképezkedtek a pécsi vásárcsarnokban. Itt nyitották meg a természettár Édes Élet, a méhek titokzatos világa elnevezésű kiállítást. Bátori Anikó méhész családba született. Azt mondja, nagyon különleges állatokról van szó, mindenkinek meg kell ismernie őket. Egy aranyos, kedves kis élőlények, és aki ebben nincsen benne, ők sajnos nem látják azt a csodálatos és gyönyörű és aranyos oldalukat, amit mi nap mint nap látunk, mikor kinyitjuk a kaptárt.
szerintem felesleges félni, mert egy rettentő intelligens és okos bogarakról van szó. Ha nem csapkodunk, nem menekülünk előle, akkor nincsen semmi gond. Maximum megszagol minket, és továbbáll. Ennyi. Ez a titka, hogy ne csípjen meg. Most mindenki megismerheti a méhek titkos életét, megtudhatja a méztermelés folyamatát a kiállított anyagokon, ismertetőkön keresztül. A méhész szerint fontos, hogy tudják, mi az igazi méz, mert ma ezt az élelmiszert is hamisítják. Már az elmúlt években voltak különféle Európai Uniós vizsgálatok, amelyek bebizonyították azt, hogy az Ázsia felől érkező mézekkel gondok vannak, ugyanis ezek nem mézek. Döbbenetes eredmények születtek, mondja Máj Gábor. Kínából érkező mézek 67%-át mondták nem méz eredetűnek, tehát nem méhek által előállított terméknek. Törökország felől érkező mézek 97%-a nem az. Ezen kívül még Nagy-Britannia felől is jelentős problémákat tapasztaltunk, tehát tapasztalt a hivatal. Tehát ez egy folyamat, ez egy eljárás, amelyet elindítottak, és nagyon bízunk abba, hogy majd lesz eredménye. A méhész szakértő szerint lassú az EU-s folyamat, így egyelőre védtelenek a magyar termelők is, mert az olcsó, de hamis mézek lenyomják a piaci árakat. Így a lédig, tehát hordóban értékesített mézek árai 40-50%-kal alacsonyabbak lettek, miközben a költségek nőttek. Ezért mindenképpen védelemre szorulnak a termékeik, amit az uniós döntéshozóktól remélnek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer, röviden. Akár halálos is lehet, percek alatt végezhet az emberrel a mustgáz. Egyre alacsonyabb piaci árak, a vásárlók elmondása szerint már jóval olcsóbban jutnak hozzá a termékekhez. Közel 30 embert vert át a csaló, eladta a termékeket, azok azonban soha nem érkeztek meg a vevőkhöz. Útra kelnek a vándor madarak, sokuknak hazánk is csak átmeneti otthona. Csütörtökön alapvetően derült, szikrázóan napos idő várható, csapadék nélkül, mérsékelt, néha kissé élénkebb keleti, észak-keleti szél fog fújni, éjszaka marad az eseménytelen időjárás. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!